Szeretettel köszöntöm az érdeklődőket. Dunaföldváron vagyunk a Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főépületében. Ez az épület a város legújabb, legmodernebb középülete. Idén 2021-ben lesz 10 éve, hogy beköltöztünk ide. Ezen kívül a Püspök utcai iskolában, alsó tagozaton és a Templom utcai zeneiskolában folyik még oktatás. Iskolánk nagymúltú, 300 éves a Dunaföldvári intézményesített oktatás. Az épület központi elhelyezkedése ideális a programjainkhoz, mert közel vannak a város nevezetességei, a kulturális intézmények, a rövid kirándulások helyszínei. Mi vagyunk Dunaföldvár egyik legnagyobb közössége, közel 80 dolgozónk van. Tantestületünk jelenleg 586 diák mindennapjait, tanóráit, foglalkozásait és szabadidős programjait szervezi meg legjobb tudása szerint. Ehhez minden lehetőség adott az összes oktatási helyszínen. Élvezzük a tankerületi központ és a város vezetésének a hathatós támogatását, mindennapi munkánk feltételeinek a biztosítását. Mindent megteszünk azért, hogy a mindennapok hasznosan teljenek, és emellett még a diákjaink jól is érezzék magukat az iskolában. Sok programot biztosítunk minden korosztálynak a tanórán kívüli idő eltöltéséhez. Az alsó tagozatosoknak például az egész napos oktatási rendszer keretei között megszervezzük a zeneiskolai oktatást és a délutáni játékos sportfoglalkozásokat. A fiatal pedagógusok lendületes tenni akarása és a nagy tapasztalatú kollégák tudása egymás mellett, ez biztosítja azt, hogy jól kiegészítsék egymást és a mindennapi működésben a különböző haladási tempójú tanulókat is fel tudják zártóztatni, ugyanakkor a tehetségeseknek pedig országos hírű, nagyon rangos versenyeken is felkészítést tudjanak biztosítani. Munkájukat pedagógiai asszisztensek segítik, főképpen az alsó tagozaton. A speciális igényű, különleges bánásmódot igénylő tanulókkal fejlesztő pedagógusok és gyógypedagógusok foglalkoznak. A szakos ellátottságunk tehát minden területen kiváló, és így igyekszünk biztosítani az integrált oktatás színvonalas megvalósítását. A gyerekeknek biztonságos környezetet nyújtunk, épületeinkben a tornatermek, az ebédlő, játszó és sportudvarok megvannak, így szinte ki sem kell lépniük az iskolából, hogy a napi foglalkozásokat elérhessék. Tagintézményünk a zeneiskola, a szolgáltatásai mellett több városi egyesület is lehetőséget kínál a diákoknak a szabadidő hasznos eltöltésére, melyhez kedvező keretek és feltételek biztosításával az épület helyiségeit és termeit is oda tudjuk adni. Diákjaink nap mint nap örömmel jönnek az iskolába, jól érzik magukat az iskola falai között, lelkesen tanulnak. Az iskola otthonos oktatásban az optimális órarendnek köszönhetően a tanulók kevésbé leterheltek, mert a tanítási órák és a szabadidős tevékenységek egyenletes eloszlásban szerepelnek a napirendben. A tananyagot az iskolában elsajátítják, begyakorolják. Sokat sportolnak, játszanak a jó levegőn, kreatív tevékenységeket folytatnak, kulturális programokon vesznek részt. Tanítóink gyerekszerető, kreatív pedagógusok, akik változatos tanítási módszerekkel, korszerű digitális eszközökkel is segítik a tananyag elsajátítását. Az alsó tagozaton több osztályunk részt vesz a Boldog Iskola programban. A boldogság órák megvalósítása a tanulók pszichés fejlődését segíti. A Sakkpalota programot a program iránt elkötelezett pedagógusok 2015-ben vezették be az alsó tagozaton. Alkalmazásával kialakul a közös gondolkodás képessége, a kudarcok elviselése, a fegyelmezett viselkedés. Úgy izgulok, hogy az csúgat!
Felső tagozaton magas szintű nyelvoktatás folyik. Angol és német nyelv közül választhatnak a tanulóink már negyedik évfolyamtól kezdődően. Célunk, hogy a tehetséges tanulók alapfokú nyelvvizsgával távozzanak a 8. évfolyam után. Ennek érdekében 7. és 8. osztályban nyelvi szakkört indítottunk. Nagyon büszkék vagyunk technikatermünkre, ahol igazi kézi munkák készülnek, hiszen valóban fúrnak, faragnak, fűrészelnek tanítványaink. Számos ajándék készült el a gyerekek keze által, karácsonyra, anyák napjára. Itt tapasztalhatják meg tanulóink, hogy mekkora értéke van a munkának. Pedagógusaink nyitottak az új munkaformák, az új módszerek iránt. A digitális eszközök tanórai alkalmazásával nem csak felkeltik a gyerekek érdeklődését, hanem fenn is tartják tanítványaink motivációját, és talán ez a legfontosabb. Nagy hangsúlyt helyezünk a tanulók szociális kompetenciájának fejlesztése mellett az alkalmazkodási képesség, a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére is. Iskolánkban a zeneművészeti ágazathoz tartozó tantárgyak tanulhatók. Sokféle hangszer közül választhatnak a diákok, például fafúvós, részfúvós, billentyűs, vonós hangszerek közül. Illetve a 2020-21-es tanévtől ismét lehet harmonikán és gitáron tanulni. Így az akkordikus tanszak is helyet kaphat a sorban. A furuján, fuvolán, trombitán, kürtün, harmonikán, gitáron kívül növendékei tanulhatnak zongorán, hegedűn, szintetizátoron és népi ének is választható. A hangszeres oktatás egyéni keretek között zajlik, vagyis a tanár egy növendékkel foglalkozik az órán. Erre elsősorban a hangszertanulás komplexitása miatt van szükség. Tudjuk, hogy nem lesz mindenkiből hangszeres művész, de erre nincs is szükség. Köztudott, hogy zenetanulás számos pozitív, fejlesztő hatással bír, de ami ennél is fontosabb, hangszeren játszani izgalmas és felszabadító érzés. Nagyon örülünk annak, hogy a zene sajátos eszközeivel, az érzelmi és esztetikai neveléssel pozitívan járulhatunk hozzá a gyerekek személyiség fejlődéséhez. Azért szeretnénk, ha hozzánk iratnák gyermekeiket, mert minden tanulónak kiváló pedagógus gárdával, ideális körülmények között biztosítjuk azokat a feltételeket, amelyel az alapfokú oktatás követelményeit el tudják sajátítani. Várunk mindenkit szeretettel. Várunk mindenkit szeretettel.